1100 évvel ezelőtt, 907. július 4-én az Egyesült Német Római Sereg több mint 100 000 fővel megindult Magyarország ellen. Zászlójukra az volt írva, elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. Árpád 35 000 tiszta szívű és nagyon bátor magyar harcossal állta útjukat. És 3 nap alatt megsemmisítették az óriási túlerőben lévő uniós sereget. Ez volt a pozsonyi csata! Dobbal menne for a vére, Árpád vezér, s magyar népe. Halljad hangom felvidéken, délvidéken és Erdélyben, legyen most már minden szépen, egybeforjon minden részen. Szakítással sújtották magyar népnek országát. Fel és fel, menj a bérce, kiállj velem, újabb bérce, megfizetett már a nép. Itt az idő, legyen vége! Sincs itt régen rendben, miért is legyen a népet csendben? Halljad hangom felvidéken, délvidéken és Erdélyben, legyen most már minden szépen, egybeforjon minden részen. Szakítással sújtották magyar népnek országát. Fel és fel, menj a bérce, kiállj velem, újabb érce, megfizetett már a nép.